Mozgalmas fél évet zártak a tűzoltók Baranya vármegyében. Erről beszélt stábunknak a katasztrófavédelem helyettes szóvivője. Több tűzeset történt, köztük olyanok is, amik halálos áldozatokat követeltek. 2024 első fél évében, tehát július 30-nak még összesen 101 lakóépület gyulladt ki, és 640 négyzetméternyi épített terület égett le. Sajnos a lakástűzekben kettő személy vesztette életét. Mind a kettő eset áprilisban történt, időszemélyekről volt szó, akik bejelegezték a füstöt, és az orvosi vélemény alapján füstmérgezésben haláloztak el. Egyik tűzesetre érintett helyszínen sem volt sajnos füstérzékelő, amely életet mentetett volna, hiszen hangosan riaszt, hogyha füstöt érzékel, és ugye a lakó észleli, hogyha menekülnie kell az adott lakásból. Egyébként a tűzesetekben 14-en sérültek meg. Az év első 6 hónapjában keletkezett lakástüzek eloltásához összesen 67 órára és 230 tűzoltó járműre volt szükség. 4 otthon vált tűz miatt lakhatatlanná, 6 embernek kellett átmenetileg máshova költöznie. A leggyakrabban elektromos hiba nyílt láng, a fűtési rendszer hibája, sütés, főzés, avar vagy szemétégetés miatt csaptak fel a láng. 5 otthonban szándékos gyújtogatás miatt keletkezett tűz. Szénmonoxid mérgezés nem történt az év első felében, de figyelni kell a gyilkos gáz jelenlétére nyáron is, mondja a szakember. A nyíltlángolók működő vízmelegítők is okozhatnak szénmonoxid mérgezést. Pont ilyen vonulás történt Zalame vármegyében a héten. Pár elszívó mobil klímára kell figyelni, hogy ezek megváltoztatják az otthonokban a levegőnek az áramlását. Nagyon fontos, hogy megelőzzük ezeket az eseteket. Ablakokban lehet légbevezetőt szerelni, illetve az is elégséges, hogy gyakran kiszelőztetünk. De a legbiztonságabb megoldást az állandó és automatikus légbevezetés jelenti. Illetve a vízmelegítőket, amelyek nyílt lánggal működnek, érdemes évente egyszer átnézetni, ellenőrizni teti szakemberrel. Tűzgyújtási tilalom van érvényben Baranyában is, mondja Polgár Miklós. Be kell tartani a szabályokat, mert a nagy melegben gyorsan tovább terjedhet a tűz, a szabadban is nehéz megfékezni. Ilyenkor tilos a külterületeken fásításoktól 200 méteres körzeten belül tüzet gyújtani, tehát egy kijelölt tűzlökő helyen sem szabad, illetve a hőségben fokozottan figyelni kell arra, hogy ilyenkor a ház területen háztartásoknak szabad udvaron kerti sütést végezni, de fokozottan be kell tartani a biztonsági előírásokat, oltóvízre gondoskodni kell. Ne dobjunk el égő cigarettacsikket, nagyon könnyen ezek tüzet okozhatnak, vegetációs tüzek keletkezhetnek, és a hőségnek ezeket elég nehéz ilyenkor eloltani. A tűzgyújtási tilalom további elrendeléséről naponta döntenek a hatóságok szakemberei. Felmérik, hogy indokolt ezt a korlátozást fenntartani, vagy sem. A tilalom a közzétételtől a visszavonásig érvényes. Az aktuális helyzetről a sajtóban, illetve a katasztrófavédők és a NÉBIK honlapján találhatnak információkat az érdeklődők.